A posztról nemrég lemondott Schiffer András helyett Jávor Benedek lesz az LMP új frakció vezetője. Erről ma döntött a párt budapesti kongresszusa. Jávor Benedek azt mondta, hogy egyelőre egyetlen parlamenti párttal sem akarnak együttműködni. Így az LMP az ellenzéki kerekasztal munkájában sem vesz majd részt. Az új frakcióvezető arról is beszélt, hogy nagyobb hangsúlyt akar fektetni az utcai politizálásra. Az LMP kongresszus második napjára a személyi döntés maradt. A frakció kora délutánig azonban nem árult el, kit javasolt vezetőjének. Most akár fogunk egy sajtótájékoztatót tartani, amikor ezeket a kérdésekre válaszolni fogunk. Frakcióülést megtartottuk most reggel, és már megtörtént a jelölés, és a jelölés alapján a frakció fog szavazni, vagy a kongresszus fog szavazni. Egy jelölt van, vagy több? Erről most nem szeretnék nyilatkozni. Vágó Gábor ismertette a szombati döntést, hogy a párt nem lesz tagja a Szolidaritás mozgalom kezdeményezte ellenzéki kerekasztalnak. Az együttműködést csak civil szervezetekkel tudják elképzelni. Az LMP önállóan készül a következő parlamenti választásra. A parlament jelenlegi pártjai között nem látunk olyan partnert, akivel a ciklus hátralévő részében rendszeresen egyeztetett ellenzéki együttműködésnek értelme lenne. Aztán kiderült, hogy a frakció Jávor Benedeket jelölt a parlamenti frakcióvezetőnek, a kongresszus pedig meg is választotta. A képviselőcsoport új vezetője azt mondta, hogy a parlamentből az utcára szeretné kivinni a politikát és megszólítani a bizonytalan szavazókat. Jávor Benedek azt is mondta, hogy nem hajlandó együtt dolgozni sem a szocialistákkal, sem a DK-val. Nekünk nem az ellenzéki pártok állnak a gondolkodásunknak a középpontjában, hanem az emberek, a társadalom, a választók. Mi feléjük szeretnénk üzeneteket megfogalmazni, nem pedig Gyurcsány Ferenc vagy a szocialista párt felé. Azt is mondta, hogy a továbbiakban is számít elődje Schiffer András munkájára, és abban bízik, hogy a párton belül végleg sikerül tisztázni a konfliktusokat.